Az ügyben 2022. november 29-én emelt vádat a Jászhegyi Szolnok vármegyei főügyészség. A szolnoki törvényszék előkészítő ülésén a vádlott a váddal egyezően beismerte a bűncselekmény elkövetését, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így a bíróság aznap ítéletet hozott. Bűnös testi sértés büntettében BTK 164. paragrafus első és harmadik bekezdése, illetve 8. bekezdés első fordulata. Ezért a törvényszék a vádlottat 2 év szabadságvesztés büntetésre ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben állapítja meg. A szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggeszti. Ha a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtására utóbb sor kerül, úgy a vádlott feltételes szabadságra a büntetés 2/3 részének a kitöltését követő napon bocsátható. A bíróság a vádlottat előzetes mentesítésben részesíti. Kötelezi a törvényszék a vádlottat az eljárás során fölmerült 137.396 forint bűnügyi költségnek felhívásra az állam részére való megfizetésére. A döntést az ügyészség a vádlott és a vádlott védője is tudomásul vette, így az első fokon jogerőre emelkedett.